szép, jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a sivatagi törpéink kalandjainak folytatása. Lássuk, hamster, neked mi bajod volt? Úgy látom, sok minden. A rövid és egyszerű megoldás. Azért lassacskán itt halad a gomba betakarítás. Ó, igen, itt volt egy kisebb csetepatink újra. Kutatása haladna, akkor jól állnánk, de nem halad. Betakarítás. Kaják éppen akadnak. Az bőven akad. Most konvertáljuk végre a pókhúst és mi egyebet jó minőségű kajává, mert van krumpli meg mi egyéb. Aztán majd meglátjuk, hogy szállítgatás hogy alakul. Készül az újabb kör sör, mert abból sosincs elég. Daganat. Hát majd valaha lesz egyszer valamikor vele valami. De úgy látom, az még nagyon messze van. No, hát alapvetően egyébként csak várjuk az eseményeket. Várjuk azt, hogy jussunk valahova. Hosszú távon a kutatást tekerjük, hogy elkészíthessük majd egyszer a hajókat, de az azért még tényleg odébb van. Kibernetika és mi egyéb még majd előtte szükséges, meg egy csomó minden egyéb. Plusz maga az űrrepülő, az egy tetemes feladvány, az űrjárművünk. Ugye kell hozzá egy barátságos, mesterséges intelligencia, az még nagyon nincs meg, bár az a legkisebb probléma. Majd valamelyik ilyen lezuhant jármű ad nekünk egyet, vagy veszünk legfeljebb. Rengeteg plasztacél, meg alkatrész, meg mi egyéb. Hát majd meglátjuk. De azért a nagy részén, hát nem azt mondom, hogy túl vagyunk, de haladunk. De persze a legdurvább. Majd meglátjuk. No, házasság. Meg minden. Lassan egyébként mindenki párba van. Na jó, az túlzás, hogy mindenki, de egyre többen.
hát... Eddig minden oké, kicsit fogyak. Széna készlet. De mondjuk lehet, hogy csak... Ó, mondjuk annyira nem vészes, ha a már meglévő szénát becipelnénk, akkor nem állnánk olyan rosszul, de éppen most cipekedéssel gondok akadnak. Nem teljesen tiszta, hogy miért, de gondok akadnak. Normál? Mi ez a hihetetlen minőségi gyengeség? És na, durva, hogy itt még mindig cuccok kupacai vannak. No, valaki én egy adag túlédlő csomagra meg ezt a alkatrészt azért vigyük be. Kár lenne azokat elveszteni. És az ilyen lőszer meg egyéb cumó, hát na bum. Elvész, elvész. A kaját azt szipeljük be. Az értékes annyira. Bár mondjuk a túlélő csomag bírja a legjobban talán. Ó, van egy struccunk. Meg egy leguán. A leguánt vadász le majd valaki. A struc már, ha meghozunk egy kisebb csapatot. Simán jók vagyunk. Jó, és még vulkanikus télünk mindig tart. Ez egy jó móka lesz, nem. Mert ugye már jó. Jó készlettel álltunk kajára, meg mindenre, úgyhogy egy kis vulkanikus téllel kellett mókáznunk. Mi lassan egy hete tart. És ki tudja meddig. No. Cipeljetek, fiúk. Ne lustálkodjatok. Kutatás egy ideje leállt. Eddig alig-alig pár pöttyre vagyunk a tapogatótól. Akár lassan meg is lehetnénk. Na jó, ezeket a utolsó bogyókat eltávolítjuk, és akkor ez a külszíni cucc, ez megszűnt. Majd, ha végrehajtják a feladatokat, igazából nem érdekes mikor. Na, a lánca az lelkesen pakolásza be a krumplit, ez jó hír. Akkor még idővel ez talán megoldódik.
mint kint lévő kupac. Karaván igény. Hét Western kabát, orbitális bombacélzó és örömcsip. Egyik sem izgat. Bár érdekes, és ezúttal egy olyan termék, amit tudnánk talán adni. Sőt, jó esélye van jelenleg is hét Western kabátunk, mert azt használjuk egyébként is. Azt hiszem. Úgyhogy menne simán. A bombacélzó érdekes, de nyé. Főleg, hogy egyszer használatos. Az örömcsip meg nem annyira izgat. Lee és Beatrice. Lee férfi. Hát se a kép alapján nem mondtam volna, se egyéb alapján. De ez nem ennyire egyértelmű a figurkák esetében, hogy ki kicsoda, milyen nemű és milyen egyebű. No, egy pár, két pár, három pár, plusz akik még nem alszanak. No. Lenyűgöző pihenőszoba. Étkező. Lenyűgöző hálószoba. Ja, hogy ezek lenyűgöző szobák, az szimpi azért. Jó, kétségtelen, hogy minőségi minden egyes kis szobánk. Kőpadló, jó minőségű cuccok, kiváló szobrok, stb. Elég lenyűgöző. Mindegyik ebbe a elég lenyűgöző tartományba van. Nagyon lenyűgöző a műhely. Meg a pihenőszoba is. Igen, egy picit nagyobb lehetne a legtöbb szoba. Valószínűleg egy 7x7 vagy 8x8 az jobb lenne, mint a 6x6, amit ugye azt hiszem kilőttünk, de hát ez van. Legyen ennyi elég nekik. Érdekes börtönbarak. Lenyűgöző szoba. Ja, hogy itt egy ajtót valamikor szétvertek, és sosem került vissza. Akkor azt pótoljuk. Hasznos lenne. No, meddig tart még ez a vulkanikus tél?
Persze simán ki meg lehet, hogy még a következő vagy a kettővel ezutáni résznél is ott lesz. Az egy ilyen móka. Na, lassan a krumplit becipelték. Ismét 10 000 fölött a széna. Alapvetően jól állunk. Várjuk a következő trükköt a játék részéről. Amivel ellenünk fog törni. Na, kutatás mennyi? 70, tehát 30 pontra állunk. Gyakran oda kéne állnia valamelyik kutatónak, és meg is volna, de hát ez van. El tudtunk bukni 75 pókhúst, oké. Ügyesek vagyunk. Csak az emberhús nincs benne, pedig. De lehet, hogy a pókhús sincs benne. Aha! És ennek ellenére nem csináltunk ilyen minőségi kajákat a pókhúsokból. Na, akkor már értem, hogy miért pusztult a pókhús tök fölöslegesen el. Nem csekély, mert nem volt benne a listába. Sajnálatos módon. Még némi ördögfonál is készült belőle. És majd jön az igazán durva kör, amikor ezt a teljes csomagot fogjuk beszedni. Oké, és akkor becipelít nekem mindenki. Nem tudom, hogy van-e még valami. Sörök. Azt, mint sivatagi törpe nem pazarolhatod el. A sör fontos. A sör értékes, a sör mentendő. Mentendő termék. Na most lesz durva. Tovább fog nőni a szénakészlet. Aztán lassan már annyi marad, hogy ott fog heverni kint. Nincs, nem lesz egyszerűen elég széna. Tároló. De az az egyik legjobb állapot. Ha ilyen gondunk van. Állatok nem jöttek. Így azzal egyenlőre nem kell foglalkozni. Végtelen széna és egyéb cipelések. Újabb ihlet. Ugye nagyon magas a morál mindenkinél, úgyhogy azért van ennyi ihlet randomba.
No, Bren befejezi a kutatást. Befejezte, helyes. Művégtagó, gépészet, kovács. Akkor kezd a kovácsolást, és akkor haladunk valahova. No, és akkor egyéb gondom ott lesz a talajlefapogató, nem termelés. Akkor hol lesz a letapogató? Ah! Mondjuk tegyük ide. És akkor lesz még egy talajletapogatunk. És ebben meg egy 100-as bedobott. Már most a kutatónk, ami jó hír. És akkor keresünk valami alkalmas bányászati helyet, ahol valami fincsi cuccot találhatunk. Arany, jáde, ezüst, plasztacél, mi egyéb. Hm, 180 munka. Ez nem egy gyors eszköz. Hogy állunk energiából? Mert azt mondta, hogy sok kell hozzá majd. 1500 van, az nem olyan vészesen sok, mint gondolnánk. Oké. Oké, padló. Mit szoktunk építeni hozzá? Sima betont. Különféle mezők. Minél nagyobb, annál valószínűbb, hogy sima a cél.
remek. Na hát, hármat megépítünk, aztán majd lesz valami. Na, annyira nem is extrém az energiaigénye. 800. Nem azt mondom, hogy kevés, de láttunk ennél rosszabb dolgokat. Nem ezzel fogunk rosszul járni. Jó, egy dolgot elfelejtettem még a... A nincs tető körzet. És akkor mindenkinek jobb. Na persze, ezzel ugye két vagy három ember folyamatosan majd bányászni fog. Ami nem egy gyors és jó folyamat. No, Bren. Keresd meg a kereskedőjüket, és lássuk, mit tudunk cserélni. Tudnak adni tyúkokat. Nem, mi tudnánk adni. Dromedár. Tudnak adni labradorokat. Két labrador nőstényt. Tud cipelni. És elvileg nem felejti el a... Vagy nehezebben felejti el a... problémáikat. Na, az jó lesz az a két labrador teherszállítónak. No, mit vesztek, vagy mit adtok, ami még érdekes, semmit. Na, ott tartunk, hogy csak a remek érdekes. Igazából amit százalékos, azt már valószínűleg használtak, és utána eldobtak valamiért. Állatok. Korlátozás nélkül nyilván Paula és Zseli. Zseli. Vagy lehet Zselinek nevezni egy kutyát. A Paula is extrém, de jó legyen. De azért a zseli az tényleg durva. Úgy érzem. Na, hát reméljük az idomítást, azt majd valahogy meg tudjuk oldani.
akár kajával, akár egyéb módon. Mert most épp hús az nem annyira akad. Távozik a karaván. Némi kábelezéssel kutatunk, futatunk, haladunk. De ez még bőven van mit ezeken szüttyögni. Mibe kerül egyébként 200 acél meg 4 alkatrész? Ez azért nem kevés. Az nem kevés. Szerencsére elsősorban az erőművet építik, ami hasznos és fontos. No, úgy látom egyenlőre jól állunk. Gyanúsan jól állunk. Jó, a vulkanikus tél az nem szűnt meg egész mai nap alatt, és úgy látom még marad. De hát majd meglátjuk. No, hát azt hiszem mára ennyi. Innen folytatjuk. Mennyi van még hátra? Azt hiszem megvárjuk, hogy ez milyen cumó. Nem. Gyorsan abba is hagyta a dolgozást. Inkább nem dolgozik rajta, hogyha meg akarom várni mi. Pedig az érdekelne, hogy micsoda, mit találtunk itt. Plasztacél, az remek, az maradhat is. Az teljesen tökéletes, azt üresre szívhatod. Na, folytatjuk innen, mára ennyi.